Jó reggelt kívánok! Önök az ATV rövid reggeli hír összefoglalóját látják. 8 órakor üdvözlöm Önöket! Robbanás történt a Győrtől nyugatra lévő Bősárkány egyik házában. A család otthona összeomlott, egy ember megsérült. A katasztrófa védelem megyei szóvivője keddeste elmondta, a környező épületeket 16 embernek kellett elhagynia gázszivárgás miatt. A szomszédos, szintén megsérült épületben lakó 4 ember a rokonoknál töltötte az éjszakát. A megsérült ember egyedül tartózkodott a házban, így másnak szerencsére nem esett baja. Felháborítónak tartja az ELTE állam és jogtudományi karának volt Hök elnöke, hogy a nevét mások tetteivel összemossák, írja vs.hu. Pubula Áron nevét a sajtóban az egyetem gólyatáborában történt nemi erőszak eltusolásával hozták kapcsolatba. A kar hallgatói önkormányzatának volt elnöke közleményében kijelenti, ő soha nem követett el, nem segített és nem is tusolt el bűncselekményt, mégis megfenyegették. Bubláron azt állítja, szexuális bűnözőnek állítják be, és a Demokratikus Koalíció az MSZP-vel együtt automata telefonhívásokkal és lakásokba becsöngető aktivistákkal mozgósít az ellene szervezett tüntetésre. Férfi a 7. kerületi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és rémhír terjesztés miatt tett feljelentést. Egy óbudai luxus lakásban Kósa Lajos feleségének nevén, de azt nem ő, hanem férje használja, tudta meg az RTL Klub. A villaparki ingatlan 2002 óta Porkoláb Gyöngye tulajdona, az értéke becslések szerint 100 millió forint lehet. Kósa Lajos feleségének azonban a fellelhető nyilvános adatok alapján nincs és nem is volt ekkora jövedelme. A 150 négyzetméteres dunai panorámás ingatlanról a Fidesz alelnöke eddig nem beszélt, ráadásul a lakás csak felesége vagyonnyilatkozatában szerepel. A politikus az RTL Klubnak azt mondta, debreceni családi házukat cserélték az ingatlanra. Korábban sosem beszélt erről a lakásról, miért? Sose kérdezték. Soha senki nem kérdezte. Nem is van nagyon oka, hát az ember nem szokott úgy beszélgetni, hogy megkérdezik, te otthon neked mit van. Ha csak a 4 ellenzéki polgármester tudná megtartani a helyét Budapesten a választás után, az kifejezetten kudarcos eredmény lenne, mondta Gyurcsány Ferenc az Egyenes beszédben. A DK elnöke a fővárosban további 7 kerületben lát esélyt ellenzéki győzelemre. Azt mondta, ha ebből 3-4 kerületet megszereznek, az már siker. Országosan azt várja, hogy jó néhány nagyváros kerül újra ellenzéki vezetés alá. A DK elnöke szerint a Fidesz nem tudja majd megőrizni 2010-es pozícióját, ha igen, akkor sokkal mélyebb a baloldal problémája, mint hitte, mondta Gyurcsány Ferenc. Tarlós István megismételte, hogy nem vesz részt az ATV péntek esti főpolgármester jelölti vitájában. A demokratikus ellenzék által támogatott Bokros Lajos ezt megfutamodásnak tartja. Tarlós István egyébként azt állította, hogy nem is tudott a vita időpontjáról. Bokros Lajos szerint a főpolgármester nem mond igazat. A Jobbik főpolgármester jelöltje pedig felszólította a Tarlós Istvánt, hogy vegyen részt a vitában. Visszaszólt az RTL Klub Lázár Jánosnak, a miniszter a Szabad Szemmel című műsorunkban azt mondta, hogy a csatorna évek óta nem fizet tisztességesen adót és rengeteg pénzt vitt ki az országból. Szerintem ezért van szükség a reklámadóra. Kormányzati tisztviselők korábban többször is hangoztatták, hogy nem az RTL Klub ellen találták ki a külön adót. Kolosi Péter, az RTL Klub programigazgatója szerint a csatorna a létezés óta körülbelül 100 milliárd forint adót fizetett be a magyar költségvetésbe. Azt mondta, biztos benne, hogy a cég mindig a hatályos magyar törvényeknek megfelelően fizetett adót. Elképzelhető, hogy sohasem nyeri vissza az eszméletét Jules Bianchi. A Marussia Forma 1-es csapat francia pilótája vasárnap ütközött autójával egy mentést végző darunak a Suzuki japán nagydíjon. A Marussia által kiadott közleményben a pilóta szülei azt mondták, hogy Bianchinak diffúz axonális sérülése van. Ez az agy nagyobb részét érinti. A statisztikák szerint az ilyen sérültek 90%-a soha nem nyeri vissza az eszméletét, de akik felébrednek, nagy gyakorisággal maradandó károsodással élnek tovább. A balesetről készült felvételen jól látszik, hogy az érintett szakasz pályafelügyelője zöld zászlót, vagyis szabadjelzést integet, amikor a baleset történik. A Forma 1 kereskedelmi jogait birtokló Bernie Eccleston független vizsgálatot sürget az ügyben, Jean Todt, a Nemzetközi Szövetség elnöke pedig teljes és részletes beszámolót kért Charlie Whiting versenyigazgatótól a történtekről. Marad az őszies idő, csapadék szerencsére nem várható, így az autósok nyugodt körülmények között vezethetnek. Most nézzük, mi vár az fővárosban autózókra.
Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét. Munkatársaim a város egész területéről átlagos forgalmat jelentettek. Az utak szárazak is jól járhatóak. Újpesten a Tény utca és a Rózsa utca kereszteződésénél útszükület nehezíti az áthaladást útépítés miatt. A 12. kerületben a Gordmár Károly utcában vízvezetéket építenek. Első ütemben egyirányosították a határőrút és a Csemegi utca közötti szakaszt a Kultúrinc utca felé. A Pozsonyi úton a Radnóti Miklós utca és a Jászai-Mari tér között a szőrútáját lezárták csatornaépítés miatt. Budafokon, az Ady Endre úton, utcakövetre kell számítani a Tengeri utca és a Kitérő utca szakaszán közműépítés miatt. Zuglóban az Egressy térnél tart az út és közműépítés, emiatt még mindig korlátozásokra kell számítani. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot és balesetmentes közlekedést kívánok. Viszontlátásra! Az ELTE fegyelmi eljárást indította, híradóban is hallott szexuális bűncselekmény miatt, nehogy ezt önök is ismerik, a jogi kar Gólya táborában erőszakoltak meg egy lányt. Ugyanakkor az Index cikke szerint a hallgatói önkormányzat tagjai el akarták tusolni az ügyet. Erről is szó lesz a Start következő fél órájában. A részleteket elmondja most Róna Jegor. Fábri György, az ELTE kommunikációs igazgatója jön hozzánk. Nem csak erről kérdezem majd, de erről is nyilvánvalóan. Előtte viszont a mai nap jó híre következik, és Mendrei László sem ezért jött, de hát nyilván megkérem majd, hogy kommentálja. Fidesz szerint végre eljött a pedagógusok ideje. Ez egy tegnapi közleményből derül ki. Ennek örülünk, és beszélünk róla mindjárt. Köszönöm szépen, hírekkel legközelebb, alig fél óra múlva, 8:30-kor jövök újra, eddig is szép reggelt. Köszönöm.